Már csak hetei vannak hátra a Politika Történeti Intézetnek, hogy elhagyja a jelenlegi Alkotmány utcai székházát. A magyar állam ugyanis pert indított az intézet ellen, és azt kérte a törvényszéktől, kötelezze az intézményt, hogy ez kiürítve adja át eddig használt ingatlanját. A bíróság végül helyt adott a keresetnek, és egyben elutasította a felfüggesztésre irányuló próbálkozásokat. A felek évek óta pereskednek egymással. A hatalmas könyvtárral rendelkező kutatóközpont egyébként kész lenne elköltözni, ha megfelelő ellentételezést kapna. A használati jogról való lemondásért és a levéltári anyag felelős őrzéséért cserébe az intézet mintegy 2,5 milliárd forintot szeretne. A kormány azonban egyetlen fillért sem akar fizetni. És akkor a stúdióban köszöntöm Földes Györgyöt, aki az intézménynek az ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy Egri Gábor, ugye ő pedig a főigazgató. No, tisztázzuk először azt, hogy önök mivel foglalkoznak? Tehát csak azért kérdezem, hogy van-e annak jelentősége, hogy önök valamiben foglalkoznak, és közben ebből az ingatlanból el kell menniük? Hát alapvető jelentősége van, mert az intézet három részből áll, egy tudományos osztályból, egy könyvtárból és egy levéltárból. Tehát ez a döntés, amit különben a kormány kezdeményezett, az arról szól, hogy a kormány ki akarja rakni 15 napos határidővel a 100 000-es könyvtárunkat és a 1000-nél jóval több folyométer tartalmazó levéltári anyagunkat az utcára, illetőleg nem törődik azzal, ami mi történet. Tehát ez na, a dolognak az alapvényege is. Igen? Nem csak, hogy amikor ön azt mondja, hogy a kormány ki akarja önöket rakni az utcára, az így a hétköznapok nyelvén mit jelent? Hát azt jelenti, hogy azt határoztatta el a bíróságra, hiszen ők kezdeményezték, ők mondták föl a mi tartózkodásunkat ebben az épületben, hogy hagyjuk el mindenfajta kompenzáció nélkül, ellentételezés nélkül, helység. De akkor nem a kormány mondta, hanem a bíróság. Nem, hát igen, de a bíróság azért mondta, mert akkor helyt adott a kormány keresetének. Mi szerint, hogy akkor határozzon úgy, hogy még nekünk ki kell mennünk az utcára. És akkor 15 napjuk van, ami nem egy jogerős. Hát a kétszerzvételt számított, ha jogerősség válik, akkor 15 napunk lesz, hogy el kell hagynunk ezt az épületet. Igen. Még mielőtt valaki, mindenki azt gondolná, hogy 15 nappal ezelőtt esetleg valaki azt mondta volna, mondjuk így született egy bírósági határozat, hogy tessenek elhagyni az intézményt, az épületet. Ugye ez már régóta zajlik ez a... Hát nem is tudom, hogy vizsgálat, egyeztetés az önök részéről? Hát, a kormányzat részéről? Először is hagy hangsúlyoznám azt, hogy a Politika Történeti Intézet, mint egy szellemi műhely, nem kedvence ennek a kormánynak, mint ez kiderül az eljárásokból. Miért? Valójában hát azért nem, mert itt egy olyan fajta független tudományos kutatómunka folyik, amelyet nem tud befolyásolni, és amely nyilvánvalóan több ponton ellenkezik azzal a történelemhamisító emlékezett politikával, amit ma a kormány erre az országra rákényszerít. Önöket ki finanszírozza? Hát van az alapítvány, amely tulajdonosa ennek az intézetnek, és 2010-ig a kormány, illetve a magyar parlament segített minket, 2010-ig egyetlen fillér állami támogatást nem kapunk, ez volt az első lépés az intézet elleni támadásnak, és utána pedig pályázatokból és megtakarításokból és most éppen egy uniós pályázatból részesülünk, és abban is bízunk, hogy azzal a fordulattal, ami a tavaly a politikai életben lejátszódott, a fővárostól is fogunk kapni támogatást, tehát életben fogunk. Politikai párt, ellenzéki politikai párttal nem kapnak pénzt? Direktben egyetlen egy fillért nem kapunk. És indirektben? Most már 2010. Indirektben sem. A Politika Történeti Alapítványt a Magyar Szocialista Párt hozta létre még a rendszerváltáshoz kötődően. Ez pontosan azzal a céllal, hogy ez közcélű legyen az intézet. Tehát ilyen értem az intézet egy közhasznú társaság, amely semmilyen párthoz nem kötődik a tevékenységét illetően. Attól nem függ. Nézzük akkor, hogy most a gyakorlat az mit hoz, vagy mit hozhat. Született egy nem jogerős ítélet, ez kimondja azt, hogy majd amikor kézhez veszik, akkor onnantól kezdve, de még egyszer hangsúlyozzuk, ez nem jogerős. Igen. Lehet akkor ezek szerint fellebezni. Természetesen fellebezünk, és semmiképpen nem fogjuk elhagyni ezt az épületet addig, ameddig a jogos anyagi igényeinket ki nem elégítik. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy mi kezdettől fogva, 2012 óta mindig ugyanazt mondjuk, hogy mi készek vagyunk innen elmenni, amennyiben a jogainkat és az érdekeinket figyelembe veszik. Igen. Ezt a kormány nem hajlandó. Igen, igen. Helytálló az az információ, hogy önök 2,5 milliárd forint, nevezzük ezt idézőjelesen lelépési
pénzt szeretnének kérni? Hát nem, az a helytálló információ, hogy ennél többet szeretnénk kérni, mert egyrészt van a használati jogunk, amelyet elvonnak tőlünk, és annak van egy, az egy vagyoni értékű jog. Másodszor van egy levéltári anyag, amelyet államosítottak egészen elképesztő módon, amire most azt hiszem nincs módunk, hogy ezt kifejtsük, hogy ez hogyan történt, de annak az ellenérték, az legalább az őrzési költségeinket követeljük megtéríteni. Erre már van egy jogerős bírósági ítélet az anyag másik vonatkozásában. Harmadsorban nagyon szegények vagyunk, de fordítottunk az épületre bizonyos beruházásokat, és annak az ellenértékét is visszakérjük. Akkor összességében mennyi pénzt kérnének? Hát ez durván most a jelenlegi szerint 3 milliárd forint fel. 3 milliárd forint. És hogyha ezt a 3 milliárd forint önök megkapnák, vagy lenne rá ígéret, akkor azt mondanák, hogy akkor költöznének. Igen, illetőleg ezt lehetne kombinálni egy ingatlannal, aminek az ellenértékét beszámítanánk, ahova el tudnánk helyezni a levéltárunkat és a könyvtárunkat. Természetesen van valami fajta B-tervünk arra, hogyha ez bekövetkezik, de erről nem nagyon szeretnék most itt beszélni, mert alapvetően nem az a célunk, hogy a B-tervet alkalmazzuk, hanem az, hogy innen legalább a minimális tisztességes feltételekkel távozhassunk, amit ez a kormány nem hajlandó megadni. Tehát azért azt hangsúlyoznám, hogy itt nemzeti értékekről van szó. Ez a kormány állandóan nemzeti értékekről prédikál, és itt egy levéltárat és egy könyvtárat mindenfajta ellentételezés nélkül politikai céloktól vezérelve ki akar rakni az utcára. Na jó, ez ennek a történetnek a lényege. Persze, jó, de ezt most egy kicsit azért, mint hogyha úgy mondanám, mint hogyha azzal, hogy önöknek költözniük kell, ennek az anyagnak, vagy ettől az anyag meg fog semmi sérülni. Nem rajtuk múlik. Bocs. Jó, de egy költözés, az költözés, attól még semmi sem tűnik nem, el. Nem maga a költözésről van szó, hanem az, hogy ők nem tudhatják, hogy hova költözik, nem érdekli őket, az a felelősség, amit nemzeti értékekért az alaptörvényük szerint is, és a törvények szerint is viselniük kell, azt nem hajlandok vállalni. Mi az, ami, nem tudom én, hogy ahogy mi beszélgetünk, biztos sok néző azt gondolhatja, biztos, hogy a Fidesznek vagy a jelenlegi kormánynak valami szúrja a szemét az önök tevékenységével kapcsolatban. De hogyha van ilyen, hogyha néhány néző ezt gondolja vagy ezt érzi, akkor ezt valamivel alá tudja támasztani? Hát, biztos alá tudják támasztani, előveszik azokat a könyveket, amelyeket írunk, azokat a tanulmányokat, amelyek írunk, azok, ahogy működünk, és ahogy különben egy olyan épületben vagyunk, amit már nagyon régóta meg akar szerezni, és véletlenül éppen a kúria számára akarja megszerezni ezt az épületrészt. Ez már egy külön pikantériája az ügynek, hogy a bíróságoknak kell ítélkezni, akik ugyanakkor valamilyen módon érintve vannak ennek az épületnek a sorsában. Hányan dolgoztak egyébként az intézetben? Hát most szinte már csak 20-an vannak, de ez mindez azért van, mert az elmúlt 10 évben egyetlen fidér támogatás nélkül folyamatos megtakarításokat kellett. És még egy gyors válasz, hogy kivel egyeztetnek, kivel tárgyalnak a kormányzat részéről, ha egyáltalán van még ilyen? Ezek néha voltak galambok a kormány részéről, ami ügyünkben most már csak héják vannak. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.